a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Diáksport Szövetség és egy festékgyár hívta életre a Mi Iskolánk Bajnoka elnevezési jótékonysági programot, aminek jóvoltából országszerte összesen 20 oktatási intézmény tornacsarnoka újulhat meg. A Bercsényi Miklós Általános Iskola is lehetőséget kapott tornatermek korszerűsítésére. Több mint 30 éve nem volt felújítva, így ezért is esett a választásunk ezen iskolára. Közel 1 millió forint értékben adományoztunk festékanyagot, és vállaltuk a kivitelezését a tornacsarnoknak. A sport az egészségmegőrzésben is fontos szerepet játszik, fogalmazott köszöntőjében a polgármester. A sportot azon kívül, hogy önfegyelemre nevel, a sport azon kívül, hogy egészségre nevel, kitartásra, szorgalomra nevel, a sport egy olyan megvalósítási eszköze, lehetősége az egyénnek, amellyel mindig élni kell. Az iskolában különleges gondozást igénylő mozgás, látás és hallássérült tanulók együtt tanulnak egészséges diáktársaikkal. A pedagógusok kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, sportegyesületekkel együttműködve segítik a sportág választást és az utánpótlás nevelést. Az a véleményünk, az az értékünk, hogy nekünk kell felismerni tulajdonképpen a tehetséget, és az igazi gondozásra szakembereknek kell ezt átadni. A hetekig tartó felújítási munkálatok befejeztével Pars Krisztián az iskola tanulóival közösen avatta fel a megszépült tornacsarnokot. Tudjuk jól, hogy nem igen szoktak elnevezni élő emberekről dolgokat. Nagy megtiszteltetés elsősorban, és nagyon boldog vagyok, hogy hozzájárulhattam tényleg ahhoz, hogy a gyerekek egy felültött szép csarnokban tudjanak sportolni. Pars Krisztián hozzátette, reméli, hogy a megújult tornateremben a gyerekek nagyobb lelkesedéssel sportolnak majd.